Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz lassan a Vlogmas végéhez közeledve. A mai videóban itt van velem Sanyi. Sziasztok! És végre eljött az első olyan videó, ahol leülősen. Igazából a főszerep az ma a tied lesz. Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban? Határozottan ideges vagyok. Amúgy az a fura, hogy nyilván amíg nem kerültök ilyen helyzetbe, addig nem tudjátok, de amikor vlogba szerepelsz, és csak így rád van fordítva a kamera, akkor nagyon vicces vagy, meg nagyon laza vagy, és nagyon élvezed, és beszólogatsz, meg innen. De amikor ide leraknak egy setup elé, ahol itt van a mikrofon, a kamera, a fények, a izé, a nem tudom én micsoda, akkor egy pillanatra befosol. És ebbe, azért, és ebbe azért bele kell szokni, de úgy érzem, hogy most ezt elkezdtük öcsivel. És ugye a címből már láttátok, hogy a mai videó az egy mennyire ismer a testvérem quiz lesz, és lehet, hogy sejtitek, de ezt a videót én akartam jobban. Nem tudom, hogy te egyébként beleegyeztél ebbe, vagy csak ide rángattalak? Inkább a második. De mindegy, szóval... Túl sok beleszólásom nincsen a dolgokba. Egyébként köszönjük szépen azt a rengeteg reakciót és lájkot és kommentet. 3425 like van a videón, 5000-et kértünk, hogy akkor lesz Sanyi szereljen bekötött szemmel videó. De az az igazság, hogy az a mérhetetlen kommentmennyiség, amit én kaptam tegnap a videó alá, hogy igen, szereljen Sanyi, legyen Sanyis verzió, és bízom bennetek, hogy azért az 5000 like meg lesz, hogy mégiscsak betartsuk, amit ígértünk. Na jó, mindegy, ha nem láttátok volna ezt a videót, akkor ide Sanyi feje felé a kis sarokba fel fogom tenni nektek a kártyára, meg tudjátok nézni, de szerintem most már kezdjünk is bele a videóba. Még mielőtt elkezdjük, egy utolsó kört szeretnék itt gyorsan futni, ami nem lenne más, mint hogy 19, majdnem 20 évig mi azért együtt laktunk. Tehát, hogy jó, annyit nem, mert nyilván te 3 évvel fiatalabb vagy, de egy háztartásban éltünk elég hosszú ideig, úgyhogy Sanyi azért ismeri az én kis szokásaimat. Remélem, hogy fog tudni válaszolni a kérdésekre, mert ha nem, akkor kicsit el leszek keseredve, de nincsen rajtad nyomás. Kezdhetjük? Tiszta. Rózsahalán. Látjátok? Rózsaköves. Ilyen egy jó tesó. Tök jó. De? Oké. Okay. Ha eddig ezt néztétek, akkor megvan oldva a probléma. Arra gondoltam, hogy egyszerűbb kérdésekkel fogunk kezdeni, bemelegítő kérdésekkel. Oké? Okay? Oké. Okay. Első kérdés. Mikor születtem? 1997. augusztus 24-én. Ping! Van egy pontot, gyűjteni fogjuk a pontokat. Basszus, amikor délelőtt gondolkoztam, akkor még annyi kérdésem volt. Tudjátok, ez az a kérdés, amire igazából én se szoktam tudni a jó választ. Mi a kedvenc színem? A piros. Aha, de az a baj, hogy ezt fixen tudom, hogy tudod, hogy rühellem a pirosat és hányok tőle. Szerinted miért mondtam? Szerintem a fekete. Done. Hát igen. Erre kíváncsi vagyok. Mikor végeztem gimibe? Amikor én kezdtem. Az úgy nem jó. Igen, mert egy plusz. Akkor te 15-be. 6-ba, mert 15-be kezd. Mikor tettem le a rajtengedélyt? Itt jönnek azok a kérdések, amik tesztelik, hogy mennyire nézi a videóimat, mert körülbelül nem tudom, mennyibe elmondtam már. Én azt tudom, hogy 2010-ben kezdtél el versenyezni. It's the same. És akkor 2010-ben. 2010. Melyik lovval voltam életemben először bármilyen versenyen? Nimbus. És melyikkel kezdtem el? Így van. Déllovas. Így van. És melyikkel kezdtem el ugrani? Versenyen. Boniface. Yeah. Melyik lovval mentem először, akkor még A1-et? 1.25-et. 1.25? Villám? Szivat? Nem! A Bonifáccal biztos nem mentél fel oda. Így van. Hát mentem, csak nem az volt az első. Úristen, A1. Annyira nincsen sok választás, ne szivassál már!
amivel először mehettem. Ez egy Széchenyim volt egyébként. A Gameboy volt az? Igen. Az első versenyemen a Gameboy-jal mentem először A1-et is. De az a baj, hogy nekünk így már visszagondolva arra, hogy oké, okay, hogy A1 az úgy igen. nagynak számított, de így belegondolsz, hogy 1.25, hát mondom 1.25-re, hát mindennel bementünk 1.25-re. Igen, csak nem először. És amúgy erre kíváncsi vagyok, hogy emlékszel-e. Mikor és hol és mivel mentem először akkor B3-at, 1.20-at? Az nagyon vicces volt. Úristen, ezt majd mindjárt el is mesélem. Te akkor még nagyon kicsi voltál. Én még akkor nem is lovagoltam igen, úgy. Szerintem. Képzeljétek el, hogy az első 1.20-amat azt az 56-osok terén a Nemzeti Vágtán mentem, a Bonifáccal. És úgy képzeljétek el, hogy ott a melegítő az ilyen katasztrofális, tehát hogy mindenki neki megy mindenkinek, amíg én melegítettem, akkor szerintem ötször ütöttek el embert a pályán, meg ilyenek. És képzeljétek el, hogy az én lovam az azért a félt a többi lótól, főleg amikor szembe jöttek. És ja Istenem, nagyon vicces. Szóval melegítettem. Kicsit azért befosva ültem rajta, próbáltam lavírozni mindenki közt, és egyszer nekem jöttek, és ez a gyökér nagyon befosott, és én úgy leestem, mint a... Nagyon. Majd bementünk a pályára, mentünk egy hibátlant, és aztán másodikok lettünk, de soha nem fogom elfelejteni, hogy az első 1.20-am előtt én úgy lezugtam melegítőbe, mint a fene. Oké, innentől elkezdek egy kicsit... több fele is kérdéseket feltenni. Lehet, hogy ez már nem a kezdő kategória, de most már jönnek a vegyes kérdések. Kedves Sándor, milyen ételekre allergiás a nővére? Számoljunk együtt. Úr, Istenem! Tejfehérje. Igen. Tejcukor. Igen. Tojásfehérje. Igen. Glutén. Igen. És igazából ez a, amire nagyon allergiás vagyok, de van még kettő, ami ilyen nem veszem figyelembe. Úgyhogy bravo! Ügyes vagy! Mit kérdezzek az öcsémtől teszt? Tényleg ideig is ügyettél. Hol a kreativitás? Mi a kedvenc filmem? A Gun Girl. Igen, imádom azt a könyvet is. Kedvenc sorozat, amivel igaz, hogy lemaradtam mostanában, de az az all time favorite, tehát ne azt nem néz, a mostani. Ami... Igen, mert a mostanit azt igen, nyilván azt, tudod. Igen, azt tudom. Rengeteget néztem. Régi kedvenc sorozat? Uh-huh. Régen a Grey's Clinic-et nézted. Yay! Látszik, hogy nem nézi a videóim. Te meg jól lassan kérdezel. Ez nagyon egyszerű. Mi az a valami, amitől reszketésig félek. Béka. És ami miatt ez eszembe jutott? Ez a kedves gyermek. Most már nekem is eszembe jutott. Rendszeresen azt csinálta, hogy amikor kint voltak békák az udvaron, így összegyűjtötte őket, és jött az ajtóhoz, és szólt, hogy Rebeka! Tiri! Én meg kis hülye gyerekként kimentem, hogy mi az? Tudod, öcsike, mit akarsz? És mindig így mutogatta, érted? És úristen, annyira féltem, rendes sikítoztam. És te meg mindig élvezted. Igen, azért csináltam. Szemtelen voltál. Én vagyok a tűzindító. Ez hülye. Kutya vagy macska? Hú, ez egy nehéz kérdés. És lehetne beugratós is. És amúgy beugratós, mert Enjoyt macskának hívod. Az is igaz. De amúgy, amúgy meg a kutyákat szereted. És mi az az állat, amit iszonyatosan szeretnék? A kis malac. Igen! Melyik gimnáziumi tanárom rühelt a legjobban? Ezt nem mondd így! Ja. Mondjuk a tárgyat. Szóval milyen tárgy? Az angol tanárod. Így van. Úgy érzem. Melyik a legnézettebb videóm? Nem kell számot mondjál, csak mondd meg, hogy melyik az. Ilyenre gondoltál? Uh-huh. Melyik lehet az? Nem az, amikor lenyelted a kapszulát.
Majdnem, de nem. Pip! Nem az AliExpress-es, ugye? Azok nem. Gondolkozz már! A parókaprenk. Tényleg? Uh-huh. Hordom-e bárkinek a fényképét a tárcámban? Van tárcád. Nem hordod senkit. Igen. Ez amúgy hülyeségnek tűnik, mert nem mert is gondolnál rá, de milyen színű a szemem? Olyan, mint az enyém, zöld. Árjusul. Uh-huh. Az enyém kicsit szürkésebb, de... Enyém meg kicsit kékebb. Igen. Tudod, attól függ, hogy sütre a nap. És egyébként tényleg. Hányos a lábam? Úgy, vagy konkrétan? Vagy hogy mekkora cipőket hordasz? Hoppá, ez nem mindegy ez. Mi az, hogy konkrétan? Ki használja azt, hogyha meg, vagy ki mondja azt, hogyha megkérdezed tőle, hogy hanyos a lábad, hogy elmondja, hogy hány centi lemérve a lába. Hányos a cipő mérete? A youtuberek olyan izék vagytok, furcsak. Ez ilyen. 9-es cipőt hordasz? Nem. 8-eset. Igen. Ebben volt a biztos. Milyen szakra jártam? Gimiben. Biológia, kémia. Yep. Milyen nyelveket tanultam? Angol. Latin. Orosz. Mikor költöztem el itthonról? 2018. Jaj, nekem szeptember. Ne így mondd te. Hát tavaly szeptemberben. Így van. És mikor indult el a YouTube csatornám? Egy éve. Nincs egy éve még, mert van egy éve. Ez kész. Szeptemberbe költöztem fel. Novemberbe kezdted a csatornát? Októberbe. Tényleg. Október 1. Úristen. Mi az álom nyaralásom helyszínem? Álom nyaralás helyszíned? A leg. Top. Menedzser. Bahamák. Amúgy, igen. Maldív, Bahamák, Bora Bora, így. Ebben a sorrendben. Pár olyan kérdés, amire igazából nem kell, hogy tudd a választ, de ezzel tesztelünk igazán. Mit kaptam Bencétől az első szülinapomra? Szülinapodra? Yes. Órát. Egy pont. Mit kaptam az első karácsonyra? MacBook Air laptopot. Igen. És mit kaptam a második szülinapomra? Lámpát. Milyen lámpát? Nem a lámpát kaptam. Mit kaptam most? A hajad. Ez hülye. Annyira pasi, hogy nem hiszed el! Ó, tényleg. Szóval... A karkötőt. Igen. Mi a kedvenc mesém? Ha már volt kedvenc film, legyen kedvenc mese is. Mi a kedvenc mesém? És ez még mindig az egyébként. Jó, akkor várjatok. Javítok a kérdésen. Mi volt a kedvenc mesém kicsinek? Pocahontas. Nem. Mert kettő van, amire én gondoltam. Igen. Az egyik volt a Pocahontas, mert azt is nagyon szeretted. Igen. Amit meg szerettél és most is szeretsz, ez meg az Anasztázia. Az a kedvencem most, viszont én úgy emlékszem, hogy nekem édesanyja mindig azt mondta, hogy a Mulán volt a kedvencem. Nem? Én a Pocahontasra emlékszem, de hát én inkább. Na majd ide leírom, hogy mi volt a jó válasz. És akkor végeztünk is ezzel a kis kérdezfelelekkel. Az az igazság, hogy ennél több kérdést nem tudtam összeszedni, úgyhogy ha szeretnétek, hogy csináljunk ebből a felállásból egy második részt is, írtok nekem kérdéseket a komment részlegben. Illetve, hogyha szeretnétek, hogy forduljon a kocka, és Sanyi kérdezzen tőlem kérdéseket, azt is írjátok meg nekem a komment részlegbe. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél ebben a mai videóban. Én köszönöm a lehetőséget. És egy kicsit kisegítettél itt az utolsó pár vlogmeses részszel,
mondjuk. Mondjuk. Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és kövessetek engem is, és Sanyit is Instagramon, mind a kettőnk Insta jelent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, a következő videóban találkozunk, sziasztok! Sziasztok!